A street food manapság sokkal több, mint az utcai étkezés, ugyanis kiváló minőségű alapanyagok és sok esetben nagy szakmai hozzáértéssel elkészült fogások jellemzik. Ezért hát elutaztunk a Tenkeshegy lábához, ahova megpróbáljuk becsempészni ezt az életérzést. Nem a fővárosban vagyunk, mégis rengeteg ember van itt nálatok. Minek köszönhető ez? Mesélj egy picit a ti konyhátokról, meg arról, hogy mit adtok ti a vendégeknek. Amit mi adunk a vendégeknek, az állandó minőség, és egy nagyon magas minőség. Talán ezért is van az állandó forgalom, és ez a kiemelt figyelem, amit mi kapunk ugye vidéki étteremként. És hát egy olyan családias magyar hangulat, amit mostanában keresnek az emberek. Mi nem csak magyaros étterem vagyunk, mi a magyar étterem vagyunk, és azon belül is egy igen kiemelkedő kategória, a csárda kategória. Én borsodi származású vagyok, úgyhogy először Nyíregyházán kezdtem el tanulni, majd Debrecenben, aztán egy kicsit Budapesten is, nem voltam ebben megelégedve, utána Párizsba tanultam. Inkább csak a technológiát és a szemléletet, amit hazahoztam. Az alapanyagok azok már itthon voltak, és ezeket úgy dolgozzuk fel, olyan különlegesen, olyan tisztelettel, olyan finoman, amit itt mindenki, minden vendégünk ezt élvezi. Követitek a trendeket? Nem tudom, hogy Magyarország mennyire követi a trendet, általában 2-3 év késéssel. Itt a környéken szerintem mi vagyunk a trend, általában minket szoktak követni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó visszajelzés. Mi az, amit kérnek, amit mindig kérnek, ami óriási sláger? A levesek. Orjaleves, gulyások, illetve a libamájas ételek. 6-8 fajta libamájas ételünk van, és ez az, amiért ellátogatnak hozzá. Illetve láttam még kiírva például kint, hogy csicsóka is van. Persze, a csicsóka, a medvehagyma a szezonban mindig megtalálható nálunk. A mai ételben is egy kis medvehagymát belecsempészek majd. Az étel, amit elkészítünk most, az aranypolgár nevet viseli. Az éttermünk különlegessége. Először készítettünk egy vörösboros pecsenye szaftot, amit visszaredukáltunk. A boknak a kadarkáját használtuk, illetve egy párolt, egy szuvidolt marhapofát. Azt nagyon szeretem ezt a húst, nagyon értékes, finom, és fűszerek nélkül alacsony hőfokon több órát pároltuk. Majd ebbe a nagyon erős ízű szószba egyszerűen felmelegítjük. És elkészítjük a köreteket hozzá. Egy burgonyapürét, illetve majd egy szintén vörös borban párolt körtét. Sok vajjal melegítjük be a pürét, serpenyőbe. Egyrészt jobb íze lesz, másrészt kap egy ilyen nagyon különleges krémes állagot, amit máshogy nem tudunk elérni. Itt a vaj hatására és a hő hatására éri el ezt a különleges állagot. Nem sokára el fog válni, ahogy elkezd kipirulni a vaj, el fog válni a serpenyő falától, és elérjük ezt az állagot. Vigyázni kell, mert könnyen leég. Kész van, akkor pirítunk egy kis libamájat még. Előmelegítjük a serpenyőt, belecsempészünk egy szeletet. Rendkívül finomak ezek a körték. Vörös borban, alacsony hőfokon szuvidáltuk őket, és nagyon, nagyon finom kiegészítője lesz majd a főételnek. Szép, szaftos. Meglapcsoljuk a vörösboros pecsenye szafttal is. Ráhelyezzük a libamájat. Mecsekből csempészünk be egy kis medvehagymás zöld fűszert, ami nagyon jó kiegészítője a libamájnak, és egy ilyen friss, különleges tízt ad neki. És akkor nem maradt más, mint a körte. Látszik, hogy szépen a vörösbor átjárta a széleit, de belül megmaradt a gyümölcsi íz.
egy kis díszítés, és az ételünk elkészült. Azt a mindenségét, Tamás! Hát ez valami... Elég ez valami gyönyörű és finom? Nem, szerintem finom, de kóstoljuk meg. Jó. Kóstoljuk meg. Mi az, amit fogyasztani fogunk? Mi az, amit készítettél? Egy burgonyafürét, amit ilyen különleges módon melegítettem be, majd az állagán és az ízén fogjátok érzékelni. Addig melegítettem, amíg elkezdett a vaj karamellizálódni benne, aztán egy marhapofa, amit átpároltunk, és egy nagyon erős vörösboros barna mártásban melegítettünk fel, utána kapott egy kisebb libamájdarabot, csak az íze miatt, és szintén vörösborban pároltunk egy kis répet, pont mondta, hogy milyen szépen látszik, hogy a vörösbor átjárta a külső részeit, de a belsőjén érezni a körtének a saját ízét. Miért pont marhapofát válasszunk ehhez az ételhez? Választhatnánk más marha részeket is, de én nagyon értékes húsnak tartom ezt, és szeretem az állagát, ugye az állat állandóan rág ebből, és benne van egy olyan masszív, jó haraphatóság, amit én szeretek. Ételünk alapja is a marhapofa lett. A marharagunk alapanyagai közé ráadásul érkezik az egyik leginkább vitamindús növény, a csicsóka. Nagy előnye, hogy mindegyik évszakban beszerezhető, és szinte minden alapanyagunkkal harmonizál. Felolvasztottuk a vajat, rakunk hozzá hagymát. Liszttel aranybarnára kissé összerántjuk, utána pedig jöhetnek bele a zöldségek. A gyökérzöldségek elég kétvonultattok fel a mai napon, hiszen a csicsókán kívül ételünkben a fehér, illetve a sárgarépa, valamint a burgonya is megtalálható. A fő hozzávaló a marhapofa. A tenkes csárda séfje Tamás már előpárolta nekünk a marhapofát, így miután egy kevés paradicsom szószt is hozzáadtunk a ragunkhoz, következhet a marhapofa. Amennyiben nem a szuvidolt marhával szeretnénk elkészíteni az ételt, arra érdemes figyelnünk, hogy miután a nyers húst felkockáztuk, alacsonyabb hőmérsékleten, hosszabb főzési idővel készítsük el a ragut. Az összeérési folyamat utolsó részének egyikeként pedig ízlés szerint, de nagyjából 1 decilliternyi vörösbort adunk hozzá az ételünkhöz. És egy dolog van már csak hátra. Tészta! Főzzük! Rendben! Szerintem, igen, jól meggondoltam. Rendben. Szerintem a tésztánk lassan meg is van. Egy kis tészta főzővizet? Egész jól van. Ez mi baj lehet, nem? Persze, kevés tésztával. És... Rámerem. Igen, rámerem merni. Biztos? Igen. Megtisztelő lenne, hogyha nem a kezemre mernéd. Bocsánat. Tehát elkészült a marhapoharagunk, benne mindenféle finom zöldséggel, tészta álljon pihen. Én pedig nem is tudok más mondani mindenkinek, mint hogy jó étvágyat. Jó étvágyat. A koktélperceket a Fábri Magyarország támogatta. Vörösborral készült ételünkhöz úgy gondoltam, hogy egy vörösboros koktélt fogok készíteni. Kétségtelen, hogy nem annyira divatosak és ismertek a borral készült italok, de igenis ilyen jókat lehet készíteni. Én ehhez az italhoz 1 deciliter vörösbort használok, megy szirupot, másfél centiliteres mennyiségben, egy nagyon pici fahéj sziruppal kicsit pikánssá fogom varázsolni, és nagyon finom, igazán zamatos málnát dobálok még bele. Nem mindig az a lényeg, hogy tele legyen a pohár. Boros porrat használok, és szépen átszűröm az italunkat, és egy málna szemmel egészen egyszerűen kidíszítem. Ez az ital egészen biztos kitűnően illik majd a vörösborral készült ételünkhöz. A
A koktélperceket a Fábri Magyarország támogatta. Konyhai eszközeinket a Whirlpool biztosította. A műsorvezetők az F&F ruháit viselték. Adásunk nem jöhetett volna létre az Ági Szörp nélkül. A helyszínt a Tenkessárda biztosította.